kik voltak az ászpilóták? Melyik flottilla adta le az első lövést 1914-ben, és kiből toborozták tagjaikat a rohamosztagok? Mai műsorunkban a rohamosztagokról, haditengerészetről, hadirepülőkről beszélgetünk, és bár itt egy rögtönzött hadihajóban ülünk, kezdjük a levegőben az ismerkedést. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy léghajókat, cepelineket már a 20. század elején használtak, aztán az első világháború első két évében is, viszont 1916-tól elég gyorsan felváltották a léghajókat, a repülőgépek. De mi a különbség a léghajó és a repülő között? Nagyon sebezhetőek. Lassúságukból és hát nyilván ezen a rettenetes gázzal töltött lebegő szerkezettel a gondola fölött. Ez mit jelent, hogy lassú? Kis túlzással mondhatjuk, hogy egy ilyen sétakocsikázás sebességével lehetett, egy ilyen nagyon lassú sétakocsikázás sebességével lehetett a levegőben repülni vele. Hatalmas célfelületet mutatott akár a levegő felé irányzott tüzérségi eszközöknek, akár a szárazföldön elhelyezkedő csapatok számára kézi fegyverekkel is lőtávolságon belül nagyon könnyen eltalálható volt, és nagyon könnyen lángra gyulladt. Ez volt a legnagyobb problémája ennek a szerkezetnek. Ezek a negatív tulajdonságai, akkor most nézzük a pozitívokat. Pozitív tulajdonsága, nem is harctéri pozitív tulajdonsága nem volt a léghajónak. Nagyon gyorsan kiment az alkalmazása a divatból. De azért bevetették? Próbálkoztak, Próbálkoztak vele? Az Osztrák-Magyar Monarchia nem. Uh-huh. Az Osztrák-Magyar Monarchia nem vetett be élesben léghajót, viszont az olaszok igen, 1915-ben nagyon a háború elején próbálkoztak a léghajók bevetésével, viszont ezeket a repülőerők nagyon gyorsan megsemmisítették már akkor. Milyen volt a légiereje a monarchiának az első világháború elején? Az első világháború legelején ugyanolyan, mint az összes többi légierő, az összes részvevő félnél, rettentő gyerekcipőben járt. Ugye a motoros repülés történetesen volt még egy régi történet, alig 11 évre tekintett vissza. A Blériot híres csatorna átrepülése 1909, egy 5 évvel történt az első világháború kitörése előtt, és nagyjából ez az az időpont, amikor a világ minden hadvezetése fölfigyel a repülő eszközökre, a repülőgépekre, mint lehetséges katonai alkalmazhatóságú járművekre. A monarchia hadvezetése 1910-ben kezd el komolyan kísérletezni és gondolkodni azon, miképpen lehetne felhasználni a repülőgépeket majd egy adott konfliktusban, és ez mindenütt a világon párhuzamosan zajlott. 15 repülőszázad áll föl az első világháború kitöréséig. Ugye a szerb front volt az első, ami megnyílt, és akkor ebben kellett gondolkodni, ahhoz ez pont elég volt. Aztán, amikor az orosz front megnyílt, még akkor is ez nagyjából megfelelő volt arra a feladatkörre, amiben akkor alkalmazták a repülőgépeket. Ugye ez kifejezetten csak és kizárólag a felderítése korlátozódott, és ezt nevezhetjük fegyvertelen felderítésnek, tehát ezek a repülőgépek még fedélzeti fegyvert nem vittek föl a levegőbe. Az első légiharcokat fedélzeti fegyver nélküli repülőgépek vívták egymással, ez azt jelenti, hogy a pilótánál, illetve a megfigyelő tisztnél lévő oldalfegyver pisztoly, illetve általában ismétlő karabélyokat vittek magukkal, ezekkel próbálták egymást úgymond megsemmisíteni, illetve feladatukban megakadályozni, és ez hellyel közel néha sikerült is. A rohamosztagok valamennyire tudtak segíteni? A rohamcsapatok alapfeladata az tulajdonképpen jellegében más volt, mint akár a légierő, akár a haditengerészet fő feladata. A közös meccéspont talán a légierővel mutatható ki leginkább, hiszen a rohamcsapatoknak a feladata megkövetelte a nagyon részletes felderítést, és ebben a repülőgépek, illetve az első világháborúban azért már jelentős fejlődésen átesett légi felderítés nagy segítségére volt a felderítőknek. Jó felbontású fényképek alapján a rohamcsapatok nagyon precízen meg tudták tervezni az egyes műveleteiket, illetve nagyobb támadások előtt a légi felderítés eredményei alapján egy az egyes méretarányban az ellenség állás rendszerét meg is építették a saját műszaki csapatokkal, és a mögöttes területen az utolsó mozdulatig be tudták így gyakorolni az elkövetkezendő támadás rájuk vetülő feladatrend. Mi a helyzet a haditengerészettel? Ilyen téren milyen erőket tudtunk felvonultatni? A 20. század elején kezdett el felpörögni a flottának a fejlesztése, tehát akkor igazából mennyiségben és minőségben is erős lemaradásban volt az Osztrák-Magyar Monarchia, inkább egy partvédelmi jellegű flottával rendelkezett. Ez ugye 1908-tól mozdul el tényleg a legkorszerűbb és nemzetközi viszonyokban is helytálló hajók fele. Viszont egy kicsit aszimmetrikusra sikeredett a fejlesztés, mert ugye a pénzügyi eszközök azért nem álltak olyan végtelen mennyiségben rendelkezésre, mint
más nagyobb hatalmak esetén, hogy viszont így a kisebb hajókat hanyagolták el, ami a háború során majd visszaütött. Új fegyver nem ugye a rohamosztag. Mi indokolta megjelenésüket? A létrejötte egybefügg az állásharccal vagy lövészárok háborúval, hiszen 1914 végére, 1915 elejére megmerevettek az arcvonalak, a osztrák-magyar monarchia szempontjából a keleti hadszíntéren kevésbé, de a déli és az olasz hadszíntéren, illetve nyilvánvalóan a központi hatalmak tekintetében, elsősorban Németország részvételével a nyugati fronton, ez sokkal jelentősebb mértékben igaz volt. Itt arról van szó, hogy a gépesített tűzerő, gondolok itt elsősorban a géppuskákra, illetve a gyors tűzerő tábori lövegekre, ez az együttes tűzerő, ami általában szinte hézagmentes tűzrendszert jelentett, a korábbi elvek szerint alkalmazott gyalogságnak a támadását tulajdonképpen nem csak hogy sikertelené, de rendkívül veszteségterhessé tette. Ezért teljesen maguktól a katonák elkezdtek először sekélyebb, majd később mélyebb árkokat, illetve lövész teknőket ásni, ezt később összekötötték, és szépen folyamatosan egy igen mélyen lépcsőzött, kiterjedt állásrendszer jött létre, amelynek a fő védelmi erejét a géppuskák, illetve a két állásrendszer mögött elhelyezkedő tüzérség adta. A rohamcsapatokat önkéntes, nagyon jó fizikai állapotban lévő, általában 20-as éveik elején járó fiatal emberekből kívánták felállítani. Nagyon sok előnnyel járt egyébként az úgynevezett rohamista lét, tehát a rohamcsapatokhoz való tartozás. Mik voltak ezek? A rohamcsapatokat mindig kizárólag egy adott feladatra vetették be, árokszolgálatot nem kellett adniuk, tehát a bevetés után őket a mögöttes területre kivonták, ott pihentették. Ez egy elit csapat akkor? Attól lettek elittek, ugye, hogy önkéntes jelentkezés alapján, nagyon kemény kiképzésen átesve, különleges elvek alapján és kizárólag pontosan meghatározott feladatokra vetették őket be, és nyilvánvaló nagyon sok előnye volt, például az, hogy sokkal kalóriadúsabb volt az étkeztetésük, sokkal többet pihentek, rengeteget sportoltak, felszerelésük is átalakult, ők általában a rövidebb csevű karabét részesítették el, illetve 1917 végétől megjelenik már az osztrák-magyar monarchiában is, először olasz zsákmányként, vagy később saját gyártású géppisztoly, ami tulajdonképpen egy pisztolylőszert tüzelő automata fegyver, amely az árokharcban, illetve a különböző oldalazó művek, tehát kisebb tábori erődési elemek elleni harcol, nagyon jól jött. Megjelenik például a gyalogsági ásónak a körbeélezett változata, amit gyakorlatilag akár csatabártként is tudnak használni, és dobni is lehetett. Ezen kívül nagyon sok minden, például a lángszórónak az alkalmazása a rohamcsapatokhoz köthető, a gránát és aknavetőknek az alkalmazása. Ugye ez azért létfontosságú, mert olyan távolságra, lőtávolságra tudnak ezekkel az eszközökkel tüzet vezetni, ami lényegesen rövidebb, mint a tüzérség eszközei, viszont a saját csapatok veszélyeztetése nélkül tudnak például egy adott elfoglalt állásrészt lőni, anélkül, hogy a 800 vagy akár 500 méterre lévő saját csapatokat bármiféle veszélynek tennék ki. Arra lennék kíváncsi, hogy ugye itt a kiképzésről volt szó, meg hogy egyáltalán kikből toborozták a rohamcsapatok tagjait, repülőtiszteket? Repülőállományt, ugye bontsuk ketté, repülőtisztekre és nem tiszti állományhoz tartozó repülő katonákra. 14-ben ugye van egy alap, körülbelül 75-80 pilótából álló állomány, ezek még a háború előtt végezték el ezeket a tanfolyamokat, ez is már egy vegyes tisztekből és altisztekből, illetve legénységi állományú katonákból álló csapat. És ennek a kiképzésnek a megszervezése, ugye ez egy rendkívül fiatal fegyver, nem ezt már korábban is említettem, ezért minden kísérleti alapon indul el. Abban a pillanatban, hogy növelni kell a létszámot, veszteségek, illetve az újonnan belévő frontok miatt mindenhonnan toborozzák az embereket. A tisztek javarésze az a tüzérségtől érkezik. Ezek ilyen adhok jelleggel megszervezett. Nem kellett akkor jó fizikum, nem kellett. Bátorság kellett hozzá, hogy fölüljenek egy ilyen repülőgépre, ez általában véve azért megvolt, illetve hát egy hatalmas ösztönző erő volt, hogy amikor a gyalogságnál is megtapasztalták a háború viszontagságait a katonák, akkor viszonylag gyorsan fölfigyeltek ezekre a toborzási felhívásokra. Ez a legeredményesebb magyar vadászpilóta, Kis József, ugye 19 légigyőzelemig jutott, szintén önként jelentkezett a légjáró csapatok állományába. Roham csapatok tagjai közül valakinek a nevét meg kell említenünk? Volt olyan ember, aki valami különleges eseményt, hőstettet vitt végbe az első világháború alatt? Hát azt gondolom, hogy a rendelkezésre a időkeret is kevés lenne azoknak a személyeknek a felsorolására. Maga a feladat természete olyan volt, hogy ez rendkívüli egyéni bátorságot feltételezett, és igazából a katonai szolgálaton belül
az előléptetés, illetve a kiemelkedés lehetősége is sokkal inkább adott volt, mint egy mondjuk általános gyalogság körében szolgáló, akár tiszt vagy tiszthelyettes esetében. Nagyon sokan a roham csapatok állományában szolgáló osztrák-magyar monarchiabeli katonák közül megkapták a legmagasabb hadi kitüntetéseket, és viszonylag gyors volt az ő körükben az előléptetés is. Uh-huh. Amikor látunk most egy filmet, amint amerikai katonák mondjuk Irakban bevetésen vannak, ez hasonlít valamennyire a rohamosztagok bevetésére? Nyomokban emlékeztet rá, hiszen az az elv, hogy a gyalogsági tömeg helyett a tűzerős, mozgékony, nagyon kis létszámú gyalogsági alegységekre helyezzék a hangsúlyt, az itt az első világháború poklában alakult ki. Az, hogy minél kevesebb célt mutassanak az ellenség felé, ez az elv, ez itt kristályosodott ki. Nem biztos, hogy mindig szándékok mentén, hanem egyszerűen a gyakorlati élet ezt hozta ki. És igen, az én véleményem szerint egészen a mai napig bezárólag, akár a ma, és egy picit talán még a jövő gyalogsági harcászata is nagyon sokat köszönhet, és tulajdonképpen az első világháború során a harcászatból vezethető le. Tűzerősnek, mozgékonynak kellett lenni egy flottának is? Hát ez alapkövetelmény volt persze. Tehát a tűzerő, a mozgékonyság, ugye a sebességek egyre növekedtek, illetve a tűzerőnek is ekkor zajlott le egy forradalma, hogyha veszük, mert tengeren ugye két fontos dolog van, hogy maga a lövegeknek a tűzerő, de az önmagában kevés, hanem ezzel el is kellett találnia a célt, ami egy mozgóhajóról nem volt olyan egyszerű, mint a szárazföldön. Egy mozgóhajóról egy mozgó állandóan irányát, sebességét, távolságát változtató cél. Ez a háború előtt épp akkor zajlott az úgynevezett tűzvezetés forradalma, amikor a hatásos lőtávolság néhány kilométerről 20 kilométerre növekedett. Hát sajnos ebben a monarchia egy kicsit lemaradt. Itt megint a háború túl hamar kitörése akadályozta meg, már a korszerű eszközök meg voltak rendelve Angliából, de már leszállításra nem kerültek. Törvényszerű volt a Szent István elsüllyedése? Hát ez egy jó kérdés, inkább szerencsétlen véletlenek láncolata vezetett magához, ehhez a találkozáshoz. Az ugye másik véletlen, hogy éppen sikerült eltalálni, és mind a két torpedónak sikerült eltalálni a Szent Istvánt, az pedig már egy harmadik kérdés, hogy a torpedó védelme elégtelen volt. Uh-huh. Ez azért érdekes, mert a hajó tervezésekor, vagy a hajóosztály tervezésekor a németek minden titkos információt átadtak a monarchia haditengerészetének, például erről a kérdés, hogy hogyan kell megfelelő torpedóvédelmet tervezni. Ez már ígérthetetlen okokból nem valósult meg, csak a következő hajóosztálynál valósult volna meg, amelyet már el se kezdtek építeni.